A szekszárújvárosi római katolikus társaskör és a Német Nemzetiségi Egyesület közös szervezésében rendeztek borversenyt a Szent István házban. Az eseményre 47 mintával jelentkeztek a kistermelők. Egyes porkoláb kadarka 2020-as. Módos Ernő borász is a zsűri tagjaként vett részt a megmérettetésen. Ő azt mondja, évről évre egyre jobb nedűkkel érkeznek a helyi kisborászok. Van egy leírt szempontrendszer, ahol a szín, tisztaság, illat, az illatnak is az intenzitása és a fajtára jellemzése, és a legfontosabb az úgynevezett özbenyomás, amely a bort lenyelve, órunkon kifújva milyen képet alakít ki az emberről. Természetesen itt keressük a fajtára jellemzőséget, azt, hogy egy száraz vagy édesborról van szó. Zweiger 2020-as évjárat. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere, aki egyben az újvárosi társaskör világi elnöke is, arról beszélt stábunknak, hogy ez a borverseny kifejezetten a kistermelőknek szól, akiket igyekeznek jó tanácsokkal is ellátni. Ugye a kistermelők nagyon-nagyon szerények, és nem szerettek mutatkozni, de most már talán megfordult a trend, és elég sok kistermelő bora érkezik. Mi a nagy vállalkozásokkal nem foglalkozunk, a nagy vállalkozások ezen a borversenyen nem vesznek részt. Ez a kistermelőknek és az egyesület és a társaskörű tagok részére van, és a barát és az ismerősei társaságának. A 47 mintából 4 fehér, 4 rozé és 5 vörösbor kapott aranyminősítést, továbbá számos ezüst és bronz minősítést, valamint okleveleket is kiosztottak az eredmény hirdetésekor.